Muzikális vonalak, lírai festmények, Szekeres Emilnek nyílt kiállítása a Túri György Múzeumban a Magyar Kultúra napján. A kaposvári születésű, 4 évtizede immár Nagykanizsa hírnevét öregbítő festőművész munkásságát Balogh László méltatta. A Humán Bizottság elnöke szerint az alkotó világító toronyként képes beragyogni életművével egész Pannóniát. A kiállítást dr. Kostyán László művészettörténész nyitotta meg, mint arra rámutatott, Szekeres Emil álomszerű képeivel a reflektív szürrealizmust képviseli. Nagyjából éppen akkor, amikor a, mondjuk itt egy nagy szürrealizmus valahol véget ért, akkor költözött a festők városából Zala megyébe, 1974-ben járunk Szekeres Emil. És nagyjából akkortól jelenik meg a szürrealizmus, a zalai festészetnek a átvitt értelembe vett palettáján, és akkortól mondhatjuk, hogy ha nem is a klasszikus szürrealizmus, de mégis annak egy továbbélése, egy nagyon markánsan, határozottan, ugyanakkor szeliden, szerényen és visszafogottan, de nagyon szilárdan megvetve a lábát jelen van itt a festészetben, a művészetben.